Tisztelt rektor úr, rektori tanács, kedves végzős hallgatóink, hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Az Eszterházy Károly Főiskola szenátusa oklevélosztó ünnepi nyilvános ülésén tisztelettel köszöntöm Önöket. Köszöntöm a karok, tanszékek megjelent vezetőit, képviselőit, a főiskola hallgatói önkormányzatának elnökét. Külön köszöntöm azt a mintegy 200 végzős hallgatónkat, akik a 236. tanév díszünnepségén tanulmányaik befejező aktusaként a sikeres záróvizsga után átvehetik diplomájukat. Hivatalos elismerést kapnak arról, hogy a felvett szakon vagy szakokon teljesítették az egyetemi vagy főiskolai, mester, illetve alapszintű képzés összes követelményét, megfeleltek a szükséges nyelvvizsgán, tanárokká, illetve egyetemi, főiskolai végzettségű szakemberekké váltak. Ezen gondolatok jegyében tisztelettel fölkérem dr. Zám Éva asszonyt, az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Karának dékánját, köszöntse végzős hallgatóinkat. Tisztelt hallgatóink, kedves vendégek, kollégák! Az Egri Főiskola mindig kedves, megható ünnepsége az új diplomások avatása. A mostani különösen az számomra, hiszen első alkalommal adunk át tanulmányok lezárását igazoló oklevelet az új Bologna rendszerű képzésbe, gazdálkodási és menedzsment szakon, illetve szociálpedagógia szakon. Minden évben több tízezer hallgató várja a felsőoktatási intézményekbe, hogy túl legyen a vizsgákon, és végre megkaphassa oklevelét, bizonyítványát. A magyarországi felsőoktatási intézmények számára már természetessé vált, hogy évente kétszer tartanak diplomaosztó ünnepi szenátusi ülést a téli és a nyári vizsgaidőszakokat követően. A mai napon 171 hallgató veszi át oklevelét.
Ebben a vizsgaidőszakban az Eszterházy Károly Főiskola 4 karán 540 hallgató tett sikeres záróvizsgát, közülük idegen nyelvvizsga birtokába oklevelet kapnak 333-an, régi rendszerű hagyományos képzésbe 130 fő, alapképzésbe 123, mesterképzésbe 28 fő, szakirányú továbbképzésbe 52 hallgató. Minden egyes diploma más-más folyamat eredménye, más és más életutat takar. Ezért is érzi úgy mindenki, hogy a diplomaosztás ünnepnap valaminek a betetőzése és talán valami elindítója. Diplomát szerezni felemelő érzés, mert arról szól, hogy eredményesek voltunk az élet egy nem jelentéktelen területén, hogy egyéni nehézségeink, gondjaink és talán szerencsétlenségeink ellenére képesek voltunk kitartani, teljesíteni, megőrizni önmagunk fizikai és lelki állapotát, gazdagodni szellemiekben és emberi kapcsolatainkban. Általában erőfeszítéseink függvényeként értékeljük eredményeinket, s ettől válik igazán felemelő érzéssé a diploma megszerzése. S talán mindezektől szomorú is egy kicsit ez az alkalom, főként a nappali tagozaton végzettek számára. Hiszen mindannyian tudjuk, innentől erőfeszítéseiket csak önök tartják számon. Másokat csupán az eredmények érdekelnek. Ezért is nagyon fontos az, hogy megmaradjanak azok a családi, baráti, csoporttársi, s majd a munkatársi kapcsolatok, amelyek nélkül nagyon sivár lenne az életünk, s ami lehetőséget nyújt mindannyiunk számára, hogy a szükségszerűen eredményeket követelő munkánk mellett szívvel, lélekkel érző emberek maradjunk, hogy megtalálhassuk a személyiségünknek leginkább megfelelő egyensúlyt, hogy sikeresek és boldogok lehessünk az életben. Tisztelt hallgatóink! Önök, akik néhány évvel ezelőtt elkezdték tanulmányaikat intézményünkben, most a diplomátadó ünnepi tanácsülésen biztosan úgy érzik, elszaladtak a diákévek, életük egy talán kellemes és eredményes szakasza lezárul. Néhány perc múlva oklevelükkel a kezükben, dokumentumokkal is bizonyítottan gazdagabbak lesznek. Olyan tulajdon birtokába kerülnek, amelyre folyamatosan áhítozik a diplomával nem bírók népes tábora, de a már birtokon belül lévők is újabbak megszerzéséért dolgoznak. Ez a világon mindenhol törvényszerű folyamat, hiszen a diploma, legyen az bármilyen szakterületen kiállított, más minőségű érvényesülési lehetőségeket hordoz. Természetesen az esélyek különböznek attól függően, hogy ki milyen intézményben és milyen tudományterületen és szakon szerezte oklevelét. De ne feledjék, jelentősen növelheti vagy csökkentheti érvényesülésük esélyét, személyes rátermettségük, ambícióik, kapcsolatteremtő képességük, s az ismereteknek az az egyre szélesebb tárháza, amely a szaktól független, s amit az egyének általános kulturáltságaként szoktunk emlegetni. Hogy tudjuk, hogyan üdvözöljük embertársainkat, hogyan viselkedjünk, öltözködjünk, becsülni tudjuk az értékeket, a tisztességet, hogy tisztelni tudjuk mások véleményét, ezek mind-mind kulturáltságunk színvonalát mutatják, és pályán való sikereinket és kudarcainkat erősen befolyásolják. Épp úgy, mint szakmai ismereteik mélysége, idegen nyelvtudásuk, számítógépes ismereteik, ötletességük,
de mindenek felett gondolkodási készségük. Tudjuk, napjainkban környezetünk talán egyetlen stabil pontja a változás. Ebben a környezetben a változtatási hajlandóság és képesség elengedhetetlen a boldoguláshoz, de még a felszínen maradáshoz is. Folyamatos döntések előtt állunk a munkahelyen, a karrierünk formálásában, emberi kapcsolatainkban, a minket körülvevő környezet számtalan elemében. Hogy helyesen döntünk-e, nem mindig iskolázottságunkon, szakmai ismereteinken múlik, de gondolkodási készségük, értelmi és érzelmi intelligenciájuk, ha tenni akarással és kreativitással párosul, reméljük jó döntések sorozatához és boldog élethez segíti önöket. Meggyőződésünk, hogy a magyar gazdaság jövőbeli versenyképessége nem az olcsó, betanított munkaerőre épülő, viszonylag egyszerű termelőipar fejlesztésével érhető el. Nyilvánvalóan nem leszünk versenyképesek ilyen fejlesztési stratégia folytatása esetén a távol-keleti régióval, illetve környezetünkben a nálunk olcsóbb munkaerővel tőkét vonzó országokkal. A valódi stratégia lehetőségét a tudásintenzív kutatásfejlesztésre szervesen építő stratégia jelentheti. Az egyéneket, országokat és földrészeket megrendítő válságok után el kell jönnie egy kiegyensúlyozottabb, a tudást és annak becsületes hasznosítását értékelő korszaknak. A számítástudomány fejlődése, a tudásalapú társadalomként emlegetett informatikai térhódítás, a géntechnológia, a globalizáció, hogy csak néhány fontos területet emeljek ki a változások sorából, teljesen átalakítják életünket. Nem csak munkahelyeinket, hanem teljes viszonyrendszerünket is. Elsöpörhetnek és felemelhetnek. És ez nem csak azt jelenti, hogy folyamatosan fejlesztenünk kell szakmai ismereteinket, hanem gondolkodásban, kapcsolatrendszerekben is más embert kíván. És hogy ebben az átalakulásban elveszítjük-e önmagunkat, személyiségünket, vagy élvezni tudjuk az újabbnál újabb kihívásokat, meg tudjuk-e őrizni erkölcsi értékeinket, hozzá tudunk-e járulni kisebb-nagyobb emberi közösségeink fejlődéséhez, gyógyító sokként tudjuk-e megélni a válságokat, úgy vélem rajtunk is múlik. A kívánságok és lehetőségek persze rövid távon sokszor eltérnek. Bízom abban, hogy megtalálják kívánalmaiknak megfelelő lehetőségeket. Legyen kitartásuk, küzdeni akarásuk, tanulni vágyásuk, hogy megvalósíthassák mindazt, amit szeretnének, amivel boldognak érezhetik magukat. Tisztelt hallgatóink! Önök egy olyan intézmény által kiállított oklevelet tartanak a kezükben, amely a főiskolai szektor széles portfólióval rendelkező, a továbbtanulni vágyók által keresett intézmény, ahol az elmúlt 6 évtizedben több mint 50 ezer hallgató szerzett oklevelet, s akiknek döntő többsége büszke alma máterére. Egy oklevél megszerzése nem lezárása szakmai életünknek, kezdete valaminek, amiről tudjuk, a mai világban többször újra kell kezdenünk. A kor állandóan megújuló ismereteket, gyakran pályamódosításokat követel. Ha ebben majdan segítségükre lehetünk, az számunkra megtisztelő feladat lesz. Kívánunk önöknek sikert az élet sok-sok nehézségének elviseléséhez. Kitartást, erőt, egészséget, boldog életet. Viszontlátásra!
Köszönjük szépen, dékán asszony, útrabocsátó ünnepi gondolatait. Kedves végzős hallgatóink, leendő friss diplomások! Mielőtt ünnepségünk önök által legjobban várt pillanatai következnének, engedjék meg, hogy az alkalomhoz illő szép hangulatot egy énekszámmal teremtsük meg. Kérem, hallgassák meg az énekzene tanszékünk művésztanárának előadásában, Hegyesi Hudik Margitnak a tolmácsolásában Wolf Péter Ave Máriáját. Köszönjük szépen művésznőnek a tolmácsolást, és hát mi mást lehetne mondani, mint hogy ebben az ünnepi hangulatban kezdődjönek azok a bizonyos legmaradandóbb pillanatok, tanulmányuk sikeres befejezését igazoló oklevelek átadása következik. Az oklevelek átadása karonként fog történni.
Tisztelettel fölkérem dr. Hauser Zoltán rektor urat az oklevelek átadására. Kérem, segítse őt ebben Kalóné Szűcs Erzsébet, a Tanulmányi és Információs Központ igazgatója. Elsőként kérem az ünnepélyes készfogáshoz a Bölcsészettudományi Kar dékánját, dr. Mózes Mihály urat. Mesterképzésben szerzett oklevelet Boldizsár Bertalan. Farkas Erik. Major Márta. Nagyné Gácsik Andrea. Gábor János Rocskár. Alapképzésben kap oklevelet Deák Johanna Erzsébet. Délceg Zita. Dobi Orsolya. Dudás Beáta. Gyurkovics Eszter. Hajnal Lajos. Horváth Zita. Kolozsvári Zita. Molnár Emőke. Nagy Edit. Nagy Emese. Rezsek Edina. Saliga Réka. Somori Katalin Anne. Sós Krisztián. Szabó Gyula Márton. Szénási Bettina. Tóth Krisztina. Tóth Szilvia. Török Elizabeth. Víg Éva. Hagyományos képzésben egyetemi oklevelet kap Hajdúné Hegedűs Szilvia. Jánosi Csilla. Pintér István. Főiskolai oklevelet szerzett Balázs Gergő. Dancsa Éva. Dr. Kovácsné Pap Kata. Ecsédi Noémi. Cserhalmi Rita. Falcsik Brigitta. Fogarasiné Markstein Beáta. Horváth Zoltán Attila.
Jenei Dóra! Jónás Katalin! Kifusz Lilla! Korepta Lilla! Kraszkóni Boros Anikó! Mayer Viktória! Nagy Anett! Nagyváradi Renáta! Őrsi András! Pető Zsuzsa! Zakar Ádám! Tanulmányait sikeresen befejezte, sikeres záróvizsgát tett, az erről szóló igazolást kapja Fabókné Csagóczi Gabriella. Haraszti György. Horváth Balázs. János Zoltán Balázs. Kormos Brigitta. Kozma Tamás. Lehocki Balázs. Tóth Angelika Mária. És Zsemberi Marianna. Tisztelettel megköszönöm dékán úr közreműködését, és kérem a gazdaság és társadalomtudományi kar dékánját, dr. Zám Éva asszonyt a készfogáshoz. Alapképzésben szerzett oklevelet Ádám Alexandra. Aldar Vich Ósaman. Árvai Péter. Barna Enikő. Barócsi Anita. Bíró Nóra. Bojtos Dóra. Daróczi István. Dézs József Levente. Dombai Zsuzsanna. Duca Eszter. Elek Ádám. Fehér Adrien. Feledi Gábor. Fodor Zoltán. Forgó Zsolt. Földi Zita. Fülöp Csaba András. Gyuricska Éva. Hegedűs György.
sikert a jövőben. Jó napot! Hegedűs Nikolett Kata. Gratulálok! Hervoly Beáta. Huszovszki Henrietta. Sok sikert a jövőben. Gratulálok! Juhász Adrien. További sikereket. Gratulálok! Király Anett. Sok sikert a jövőben. Gratulálok! Kis János. Kós Rihárd. Sok sikert a jövőben. Gratulálok! Kövér Szilvia. Gratulálok önök is, rá is sikerült. Leskó Dóra. Sok sikert a jövőben. Mándi Mária. Magsaudi Aui. Sok sikert a jövőben. Gratulálok. Esélyesen. Gratulálok. Megyasszai Péter. Gratulálok, hajrá, tovább. Mezei Réka. Gratulálok, tovább, segít. Molnár Gergő. Sok sikert, hogy jövődött. Nagy Nóra. Tovább, sikert, gratulálok. Nagy Zsanett. Pakuszáné Kis Katalin. Sok sikert a jövőre, gratulálok. Pap Endre. Sok sikert a jövőre, gratulálok. Perlaki Mercedes. Sok sikert a jövőre, gratulálok. Podrácki Anett. Rácz Erika. Romhányi Mária. Sarkadi Tamás. Simon Ágnes. Sok sikert, hogy jövök. Szabó Rita Zsuzsa. Szabó Pap Andrea. Sok sikert, gratulálok. Szegedi Pócsik Edina Mária. Sok sikert, jövőben, gratulálok. Szendrei Melinda. Sok sikert, jövőben, gratulálok. Szilágyi Noémi. Sok sikert, jövőben, gratulálok. Spisák Andrea. Sok sikert, jövőben, gratulálok. Tajti Anita. Takács Dóra. Sok sikert a jövőre, gratulálok. Tóbi Zsolt. Gratulálok és további sikert. Tóth Ivett. Sok sikert a jövőre, gratulálok. Varga Alexandra. Sok sikert a jövőre. Varga Éva Szilvia. Vince Katalin. Zádori Mónika. Hagyományos képzésben főiskolai szinten szerzett oklevelet Ács Gabriella. Bárány Anita. Berényi Ákos. Gratulálok, tovább is. Bíró Éva. Gratulálok, tovább is. Bugóczi Anita.
Dombóvári Kinga. Elek Gréta. Gubai Attila. Kis Beáta. Kodákné Lacik Mónika. Kósa Réka Zsuzsa. Lestár Tünde. Lukács Réka. Pintér Mónika. Rakita Eszter. Sándor Attila. Szabó Barbara. Támcsú Tímea. Tóth Judit. A tanulmányok sikeres befejezéséről igazolást vesz át Burinda József. Deák Anna Mária. Dömsödi Dóra. Győri Judit. Irgovics Lídia. Juhász Csilla Beáta. Juhász László. Kassa Anikó. Kollát Attila. Lénát Margit. Majoros Edit. Mata Liliana. Nagy Ádám. Nagy Dániel. Papné Zagyva Mónika. Simon Orsolya Bernadett. Szeles Anett. Tátrai Krisztián Tamás. Tresó Adrien. És Vackó Adrien. Tisztelettel megköszönöm dékán asszony búcsú készfogását, és egyben fölkérem a tanárképzési és tudástechnológiai kar dékánját, dr. Estefánné, dr. Varga Magdolnát készfogásával bocsássa útjára a karon végzetteket. Alapképzésben szerzett oklevelet Agócs Ágnes. Bajzát György. Balázs Zsuzsanna. Baranyi Judit. Cseh Lászlóni. Gém Judit. Gyene Zsuzsanna.
Juhász Bernadett. Kocsis Katalin. Kovács Zoltánné. Nagy Péter. Novák Péter Pál. Olá Hajnalka. Salamon Ivett Viktória. Strin Szilvia. Szabó Éva Lídia. Szabó Veronika. Tolnai Éva. Tóth Júlia. Tóth Marian. Főiskolai oklevelet vesz át Blaskovicsné Zádor Szilvia. Boda Katalin. Kunikó Csaba. Gyurkó Péter. Hegedűsné Kis Anikó. Katona Éva. Kökény Szilvia. Rikelics Petra. Pázmándi Attila. Rakacki Andrásné. Szabó Tivadar Ferenc. Szalai Lilla. Szili Simon Krisztina. Tatai Krisztina. Tóth Tímea. Tóthné Bukta Viktória Beáta. Újhelyiné Makai Mária. Vacsi Katalin. Vicai Henrietta. Sikeresen befejezte tanulmányait és záróvizsgát tett, az erről szóló igazolást átveszi Deli Éva. Makóni Nagy Éva. Nagy Emese. Szabó János. Váradi Andrea. Várna Janita. Várna Janita.
Tisztelettel megköszönöm dékán asszony útrabocsátását, és ugyanezzel a tisztelettel fölkérem a természettudományi kar dékánját, dr. Liptai Kálmán urat a készfogáshoz. Alapképzésben kap oklevelet Bocsó László. Horváth Andrea. Kocka Edina. Kós Kupi Ivett. Pári Emese. Urbán Anita. Főiskolai oklevelet vesz át Ancsin Tímea Noémi. Csukrán Mónika. Ficere Roland Péter. Kardos Krisztina. Kecskés Norbert. Kis Csaba. Kriston Róbert József. Leskó Evelin. Pejhe Edina. Pogány András. Szugyicki Anikó. És Vér Judit. A nyelvvizsga megszerzése folyamatban van, ezért a tanulmányok lezárásáról igazolást kap Bakondi Roland. Balogh Pál. Cecó Ádám. Farkas Dóra. Garai Péter. Konrád Csaba Gábor. Korompainé Rónai Brigitta. Méri Csaba. Richter Kinga. És Török Dóra. Tisztelettel megköszönöm dékán úrnak és igazgatóasszonynak közreműködését, kedves friss diplomások, az Eszterházy Károly Főiskola rektora, dr. Hauser Zoltán búcsúztatja önöket. Tisztelt díszünnepség, igen, tisztelt ünnepeltek, mindenkinek egyenként elmondtam, és most mindannyiuk előtt ismételten el szeretném mondani, hogy gratulálok a nagyszerű teljesítményhez, és sok sikert a jövőben. Legyenek kitartóak, hasznosítsák mindazt, amit az Eszterházy Károly Főiskola közösségében, szakmai munkájában magukévá tehettek, és az egész ország saját életpályájuk, egzisztenciájuk boldogulása érdekében a lehető legjobb eredménnyel hasznosítsák. Szeretnék átadni egy meghívót is önöknek, hiszen ettől a pillanattól kezdve az Eszterházy Károly Főiskola öreg diákjaivá váltak. Várja a Líceum baráti köre az itt ülőket örömmel az Alma Materhez jó kötődni később is.
és azt hiszem, hogy ezzel a kijelentéssel önök is egyetértenek. Szeretnék szólni az önöket elkísérő családtagokhoz és hozzátartozókhoz, egyrészt megköszönve, hogy fontosnak tartották eljönni erre a nagyszerű eseményre, másrészt megköszönve azt a támogatást, amit önök a tanulmányok ideje alatt kaptak. Harmadrészt meg szeretném követni mindazokat, akik törekszünk a jónak gyakorlására, mondom, mint egy 200 ma diplomát átvevő esetében úgy kalkuláltunk, hogy mintegy 400-an kísérik el önöket. Hát elszámoltuk magunkat. Ezért mindazokat meg szeretném követni, akiket nem tudtunk méltóképpen elhelyezni, hogy a Líceum Televízió által közvetített képen és hangon figyelemmel kíséressék az eseményt. Jóvá ezt nem lehet tenni, de valami szépségtapasz legyen az, hogy ne rendeljenek a mai ünnepségen rögzített televíziós filmből, mert a Tanulmány és Információ Központ mind a 230 ma jelenlévőnek rövidesen el fogja postázni azt a DVD-t, amin ezt újra meg lehet nézni, akik pedig nem tudták megnézni, azok bizonyára érdeklődéssel első alkalommal fogják ezt megtenni. Tisztelt díszünnepség, kedves öreg diákok, kedves ma diplomát kapók, kedves szülők, sok sikert a jövőre! Köszönjük rektor úr gondolatait, tisztelt friss diplomásaink! Valamennyiüknek az Eszterházy Károly Főiskola társadalma nevében is szívből gratulálok szép és értékes tanulmányi sikereikhez. Végzettségüket használják tisztességgel iskolánk szellemiségének és az önök szakmai elhatározásainak megfelelően. Legyenek mindig büszkék rá, hogy oklevelüket az Egri Eszterházy Károly Főiskolán szerezték, hogy ezzel az értékteremtő magyar értelmiség körébe tartozhatnak, és legyenek pályájukon sikeresek. Búcsúzóul, útravalóként a fenti gondolatok megvalósításához fogadják nemzeti költőnk veretes gondolatait. Tunyogi Péter színművész előadásában Vörös Marti Mihály szózata következik, majd az Eszterházy Károly Főiskola himnuszával búcsúzunk önöktől. Kérem, mindehhez állva adják meg a tiszteletet. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó magyar! Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt. Ez, melyhez minden szent nevet egy ezred év csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai. Itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai. Szabadság, itten hordozák véres zászlóidat. És elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. És annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után megfogyva bár, de törve nem, él nemzete hazán. S népek hazája, nagyvilág hozzád bátran kiált, egy ezredévi szenvedés kér éltet vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, s keservben annyi hűkebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész, erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobbkor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell a nagyszerű halál, s a temetkezés fölött egy ország vérben áll, s a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül. S az ember millióinak szemében gyászkönyül. Légy híve,
rendületlenül hazádnak, ó magyar. Ez éltetőd, s ha elbukál, hantyával ezt akar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell.